Üdvözlök mindenkit, én Szoljuk, ezt mi láthatjátok a Late Shift nevezetű... Hát fogalmazzunk úgy, hogy játék, de mégse. Nos, mit kell tudni a játékról? Most jön ez az 1-2 perces, 3 perces kis bevezető, aminek következtében ugye Szovi magyarázkodik, ahogy szokta. Most elvileg, hogyha jól csináltam, akkor nem látjátok az egér kurzort, ami igazából azért fontos, mert legalább teljes pompájában és teljes messzélességében láthatjátok majd ezt az FMV játékot igazából, mert ez egy FMV játék, egy kaland, tehát hogyha játékként kellene néznem, akkor ugye FMV stílus, krimi elemeket tartalmaz, illetve kalandjáték, illetve ugye a döntéseink alapján megy tovább a történet. Viszont ez egy élőszereplős film is egyben, hiszen gyakorlatilag arról van szó, hogy van egy ilyen film, és folyamatosan jönnek majd föl ilyen választási lehetőségek, és igazából a választási lehetőségeinek következtében halad tovább a történet, vagy maga a film, ugye kinek melyik kifejezést tetszik a legjobban. És hát ugye ebben a játékban fogunk akkor mi most szépen belecsöppenni, és el is fogjuk akkor kezdeni. Nem egy hosszú történetről van szó, állítólag ilyen másfél óra alatt végig lehet tolni az egészet, viszont ugye mivel rengeteg választási lehetőség van, illetve rengeteg végkimenetel van állítólag, tehát állítólag több befejezése is van ennek a történetnek, ezért újra és újra lehet ugye játszani. Na most mit kell tudni erről a sorozatról, amit ugye most én itt készítek, azt kell tudni, hogy semmit nem tudok a játékról, tehát a történeten kívül semmit, meg ugye azon kívül, amit ugye most elmondtam itt nektek, meg azt tudom, hogy 2017 áprilisában, hogyha emlékszem, akkor jött ki, tehát ez egy indie cím, nem sok FMV játék készül amúgy manapság, régen se készültek sok, de hát igazából ugye most már indie kategóriába tartozik ez a műfaj is. És hát ugye most belekezdünk egy ilyenbe, mit kell még tudni a történetről, tehát hogy mit kell tudni a sorozatról, vagy hát erről a videóról, azt kell tudni, hogy semmit nem tudok ugye a történetről, ezért most ezt úgy fogjuk végigjátszani, idézőjelben végigjátszani, hogy lehetséges, hogy közbe fogok dumálni. Közbe fogok dumálni, hogy mi merre hány méter, mert ugye én is most látom először, tehát gyakorlatilag vakon játszok végig ezt a játékot, akkor nevezzük így játékot. És hát igen, vakon játszom végig, nem ismerem a történetet, nem tudom, hogy milyen végkimenetelre fogunk eljutni, és nem tudom, hogy mi várható. Több mint valószínű, hogy ez nem egy... tehát igazából inkább egy felnőtteknek szóló játék, mert állítólag olyan 16-18 körüli dolgok azért vannak benne, de majd meglátjuk, jó? Úgyhogy nem is húzom az időt, vágjunk is bele a történetbe. Egy új játékot kezdünk, és remélem, hogy mindent jól állítottam be, a játék se nyom el engem, meg én se nyomom el a játékot. Na figyelem, új játék kezdése törli a mentéseket. Most nagy mentés nem volt, még igazából indítottam egy 5 másodpercig, hogy lássam, hogy az OBS látja a dolgokat. Na, hát akkor hajrá! És akkor élvezzük az interaktív mozit. Most úgy fogunk mozizni, vagyis hát ti úgy fogtok otthon mozizni és nézni ezt a videót, hogy közben velem vagytok, és közben akkor végig fogjuk dumálni. Vagy nem biztos, hogy végig fogjuk dumálni, de azért megpróbáljuk. Some people say we're all connected. All part of some bigger picture. Some harmonious flow, endless and meaningful. Maybe that's how it looks from a distance. Kicsit gyorsan mondja a szöveg szerintem. With eyes open, I see no evidence of any spiritual choreographer at work. No, I see nothing but the random fractals of a selfish, queenless hive. Never looking, never stopping, never meeting. Don't get me wrong, yeah? I'm not judging anyone. I mean, I want to get home as fast as the next person. But is it my unwavering selflessness that allows others to go before me? Or the selfish knowledge that the last one will be the first off? Legyünk önzők! I mean, someone is always going to end up standing right by the door. I'm just good at making sure it's me. Like it or not, life's a sinister competition. An endless series of choices, large or small, each with its own set of probabilities. Warm wind. Now that is an 80% chance this is my train. It's worth a dash.
Excuse me. Random variables. Never underestimate the human factor. Bond Street. Segítsünk. Hát, hogy csak. Nem sok időt hagyom ugye a választási lehetőségre. De gondolom, hogy az első kettő az csak ilyen bemelegítő volt. Late shift. Two cars out, the rest are logged. Should be a nice quiet night. See you tomorrow. Yeah, we'll do. And here they are. The most meaningful relationship I've ever had in my life, with a bunch of metal bimbos. Look at you, my beauty. You could keep me in college for over a decade. Careful the way he saturates it with his ego. Ah, here he is. Did you put all wrongdoers to flight? You can leave the keys with me, sir. I'll park the car for you. I'm not the driver, son. I do beg your pardon, madam. No problem. No tip. Him or her, fuck. Thank you. Got a shake face. Sometimes choices are so small you don't even see them. You are your decisions, that's what shapes you. And that last one shaped me into a little bit of a chauvinist, just like that pig in a suit. Ha ilyen munkahelyetek lesz, akkor nézzetek közben YouTube-ot, ha van internet. És akkor nem lesz halálosan unalmas ez a, az őrséges lét. Vagy vigyetek magatok, hogy a könyvet, azt tanuljatok. Visszajön a csaj, mi? Forget something. Not exactly. I'm sorry about before, you know, just assuming like that. Oh. Ignore him. He was being an arsehole. I think your boyfriend's an arsehole. Don't you? But, he does have a nice car. What are you reading? Just a little bit of light study. Looks pretty heavy to me. Can I help you with something? I need a favor. I need the keys to the Maserati. Does Dr. Brent know? Of course he does. Okay. Okay, then you won't mind signing for it then. Okay. He doesn't know. It's a secret, but I really need those keys. It's just for tonight. I'll be back. Hey, hey, hey. Miért? Before one? I want to know why you need the car. We don't need to worry about that. Fine. Helyes, helyes. Bocs, de most is ilyen seggfej lennék amúgy. A stupid bet that I could turn up at this party in a Maserati. That was rash. How much did the bet for? A grand. A grand? A hundred of it is yours, if you let me have those keys. Nem. Punko vagyok, de nem. Forget it. There is no way I'm letting you drive a £200,000 car out of here tonight, all right? What? Nézzük a kamerákat.
Kamera 4-esen ott futkál valaki. Vagy ott bujkálna. Look, no more fast cars tonight, all right? Tuti most fogja kivenni a csaj a kulcsot. Turn around. Slowly. This is fire. Now get over here. Drop it. Nah, that'll be cool. Smart. Now get in the car. Mennyit hova van? Vagy mi? Does it look like I can drive? You get behind the wheel. You want me to drive you out of here? That's exactly what you're gonna do. Most nem azért, de hogyha balkezes, akkor valószínűleg nem tud jól lőni balkézzel, akkor simán igazából... Na, mindegy. Magamból indulok ki. Vezessünk. Nem fog futni. Nézzük, hogy mit akar. De mi van akkor, hogyha tud balkezés lőni? Ja, inkább akkor hagyjuk, nem? Meg hát a kamerák amúgy is látták. Fel van véve az egész, úgyhogy igazából no para, szerintem. Mert nincs rajta maszk sem, meg semmi. So I can go now, right? You stay right where you are. Look, I'm a fucking student. Okay, I've got no money. My family's got no money. I'm worth nothing to you. You're done now. Get in the house. Nem. Gates, no option. Wall. 90% chance I'll get shot, but he's injured. Make it 70. Chance he shoots in this neighborhood though, 30% max. So the chance of taking a bullet is less than 21. Is it worth a try? Maradok. No way. És különben is itt a nyílt utcán fu... Ja. Akkor rosszul választottam, na mindegy. De nem az itt a nyílt utcán, most ki a tökön fogna lövöldözni, de ja, mindegy. Jó, rosszul választottam. Who the fuck is that? It's the night guard. What happened to your arm? He fell 15 feet onto a concrete floor. This is your idea of a slick operation. Dripping DNA all over the place, kidnapping the first innocent bystander. I got the card, didn't I? It's outside. Jesus Christ! How's he going? And who the hell's gonna drive? Because you're clearly not. I'll be all right. Fucking idiot. It has to be four people. There is no way you can manage the auction assistant and everyone downstairs on your own. I'm well aware of how many people it has to be. We have to call it off. Do you want to tell Mr. Wu that we missed the one chance to get our hands on his fucking rice ball? Because I don't. We have one window of opportunity and we're going to use it. Fine. How? Leave him to bleed. Need to make some calls and try and find a replacement in the next... Shit, in the next 30 minutes. Call Danny if he doesn't pick up. Try and get hold of that, you know, Irish Pete. What about him? Let's put a bullet in him. I don't care. Mr. Shunam. I don't know who you guys are or what you're up to, okay? I'm not gonna say anything to anyone. Well, it's not gonna take you long. Like, let's stop swearing. What are you doing? In front of me, it won't. It'll be on the news, smartass. I'm not a murderer. I don't intend to start now. Pass me diphenoxine and a couple of cable ties. Move on. Diphenoxin? What the fuck is that? Guess would have headaches like you. Hold still, making things worse. No. It's gonna start the moment you knock me out. And why is that? Because your mate on the couch there, he may have brought you the BMW, but he's brought it here with a valet key. A valet key, what the fuck is that? It's a parking key. It means you can't drive faster than 35 miles an hour.
Not great for a getaway car, is it? And why do you think it's a getaway car? Your face. Is this fucking right about the key? It puts a block on the electrics, but we can sort it. No, you can't. You can't do it without triggering the immobilizer. But I can. Well, you can. Yep, certainly can. Looks like you just bought yourself a ticket and bought this operation. Are you serious? Are you going to go to the basement? We've got no idea who he is. After tonight, we're not going to see him again. What difference does it make? The difference is this guy looks like trouble. Well, Mr. Wu is trouble, and we've made a deal with him we can't go back on. What do you say? I don't care who does what, as long as I get my cut. Azért mekkora egy szeretve, de két hülye társaság, ez nem mindegy. Okay, let's get set. So what's the plan? This is what's going to happen. I'll double up on Lee's position. And this guy, what's your name? Matt. Matt sticks with Mei Ling. You take up the slack. Super. Okay, we need to get moving. We need to be at the auction house before 9. Put this on. You're joking? We'll find you something. Fiatal diák, szerintem tartani fogja a száját, ha életbe akar maradni. Mystery ladies and difficult choices. So much for the quiet night. I think you need to tell me what we're doing here. Nerve going already? I'd just like to be prepared, that's all. A very powerful Chinese clan called the Choi are here tonight to reacquire a porcelain ball that has been in the possession of their family for over 1,000 years. Reacquire? What went wrong? A careless business transaction. So we're here to help them get it back? We're here to stop them getting it back. I presume you're not buying it. What do you think? Great. You know, I gave up stealing a long time ago. To do what? To study. Then tonight's your lucky night. How do you work that out? Because the only thing studying will get you is unemployment. Failed education is still no excuse for stealing, you know. We're stealing from people who are prepared to spend millions on a piece of pottery when there are far more worthy causes in the world. What on your worthy cause are you? Tonight I am. Ajó, nagyon, menjünk. Yeah, I guess you could see it that way. You know, maybe you got a point about relieving some of these people of a sliver of their money. Most inkább kíváncsi vagyok a sztorira, inkább haladjunk, ja. Welcome to Haynesworth. The second part of the auction has just begun. Thank you. Nine ten to my left. Thank you, sir. 9:10. 9:20. 9:20, thank you. I see you. 9:30, again to my left. 9:40, do I hear 9:40? 9:40, thank you, sir. Looking for 9:50. 9:50 to my left. Do I hear 9:60? Fair warning, I'm selling. 9:50 once, 9:50 twice. Sold for £950,000. This marvelous 12th century cabinet with its hidden compartment, which is 150 grand for its time. Just try to keep it under control. I'm sorry, if I had that kind of money, I wouldn't spend it on a fucking sideboard. Yeah. Why don't you try not talking at all? So we come to what I feel must be the highlight of our sale this evening. Jó, de legalább próbálkoznak, tehát te amit tetszik, na. First, I'd like to pass you over to our expert, Miss Katie Tran. Katie. Tetszik ezek a kis mini poénkodások. What we have here is an absolutely exquisite example of late Ming Dynasty porcelain. Downstairs now, mate. Is the bowl there? One of only three simply beautiful pieces remaining examples of the red phoenix pattern known to be in existence. Sebastian, if you would please. Thank you very much indeed, Katie. It is a truly exceptional piece.
the sale of which cannot be passed without remarking that its owner, Mr. Samuel Parr, who is far too modest to mention it himself, has agreed to donate 50% of the sale proceeds to the Chinese Art Restoration Fund. Miért csak az 50-et? Na mindegy. And so, we should begin the selling. Thank you, Katie. Thank you, Sebastian. And I would like to start the bidding, please, at £2 million. Meg az anyádat. Thank you, ma'am. £2 million I have to my left. Three I'm looking for. Do I hear three? Three at the back. Thank you, sir. Do I hear four? Four. Four to the lady. Thank you, madam. Four I'm bidding. What the fuck are you doing? Do I hear five? Yeah, what the fuck are you doing? Five, you get 20% on the sale price, don't we? On the phone. Five I have. Do I hear six? Six I'm looking for. Six to my right. Thank you, sir. How powerful did you say these toys are? Do I now hear seven? Seven I have to the lady. Thank Meg, you, stop madam. Bidding. Seven. Do I hear eight? Eight I'm looking for. Eight with you, sir. It's your bid. Looking for nine. Matt, stop her. Do I hear nine? Nine in the room? Oh, ajánlom, mert még a végén balhé lesz ebből. Nine I'm looking for. Price increases on a logarithmic. All around the room. On zero. 9 million to you, sir. Thank you very much. The chance is getting away with another nine bid. Million. Less than so do I hear 9-5? Fair warning. I'm selling. 9 million once. 9 million twice. Sold to the gentleman on my right for £9 million. Hát legalább jó sok pénzt kicsaltak tőle. 23%. I guess we'll never know, will we? De úgyis nem, majd újra játszom, azt majd akkor kiderül. Az idős hölgy az nagyon jól játszotta a szerepét. Well, maybe that's your problem. Right now, you're my bloody problem. A problem that just increased your cut by about 25%. Now that's mathematics. Alright, where to? The basement. Jeffrey's going to call the lift from downstairs. Okay, and then? Then you're going to take out the security guard. I'm sorry, I'm going to do what? Just follow Jeffrey's instructions, darling. Just like you did when you stopped my bidding. So what do I do? Do I play along and try and get out of this later? Or do I try and stop this little crime wave dead in its tracks? Megállt. Okay, what are my options? I can warn the security guard instead of attacking him. Or I can take this lift up to a higher floor and maybe warn one of the employees. Or go up to the roof and maybe try and escape from there. Na fel, ezt lelépünk a geci. Mármunk, bocsánat, de lelépünk a francba. Majdnem más mondtam. Hát végül is egyedül hagytak, nem? Hát akkor hogy a francban tudnék izé? Most mi van ebbe az irodába? Egyetem most hova jöttünk? De mi azt most ő is hallja, vagy csak mi? Nézzük. Személyzetet. Hello. Mit az nem jött össze? Don't make this any worse. It's under control. Hey, listen, listen. That's not as for ya. Come on, lift Jeff, calm it down. Now. Jó, hát meg kellett próbálni, hát végül is én is megpróbálnám. Things are complicated.
Oh shit. Are the video feeds cut? Well, I fucking hope so. Did you get the code for the gate? Yeah, but my gear's still upstairs. Forget it, leave it. We're out of here. Bring this prick with you. Frank? You alright, mate? Yeah, no worries. Sweet. See you later. És nem tűnt fel nekik, hogy más szól bele. Na mindegy. Okay, you enter 309220. 309220. Enter. Enter. Good to hear. Ez meg kell adni, eléggé jó a kameramozgás, tehát a felvételek nekem tetszenek. A beállítások. Nem mire arra lelép. I work as a fucking security guard, all right? I protect stuff, I don't steal it. So as far as I'm concerned, fuck you. Oh, fuck me? Yeah, fuck you! Because that's what you've done to me well and proper. You did this yourself. Had it been up to me, you'd be sleeping in the back of a van. Yeah, like I said, fuck you. Amúgy tényleg basszák meg. Mondjuk néha nem egyértelmű, mi az, hogy vissza. Tehát hova vissza? Na, mindegy. Azokat meg csak úgy nyitva hagyni, ha mégis. Ladies and gentlemen, we are back in society. Let me see it. I want to see the bolt. Just wait. This thing stays in the bag until we get to Wu's place and he turns it into money. Too fucking right. You gotta take a left. It's on Shoreditch High Street. Hong Kong City restaurant. Sounds classy. What are we gonna do about this comedian? Give him to me. I'll pop him. Menj a francba. Hey, that's not what we agreed. Not here, just keep him quiet until we get rid of this bowl. There should be some gaffer tape in the back somewhere. Look out! Miért rántja valaki a kormányt? Fékezzünk, vagy... mindegy. Film! Jó. Mei. Mei Ling. Mei Ling, can you hear me? Open your eyes. Okay, there's petrol, look, we gotta get out. Right? Fuck! Nem értem a srác indítatását, hogy miért ébreszti fel a csajt. Ezt nem lehet volna... nem mindegy. Tehát, hogy így... Come on.
Meg ezt most honnan szedte, hogy most mind halottak? Tehát most honnan? Jó, gondolom az egyik izé meghalt, de a többi az most... Hol van a törött kezű, meg az ilyesmi, nem mindegy. Mert én most speciál nem láttam a képeken, tehát most kettő srácot látom, nem tudom, hol van a törött kezű. A rendőrségre, hova mennénk? Hát miért ne hinnem, most bazd. If I bring the ball back, yeah. Then you're a fool. You just saved your life. You can't go to the police. De miért? Tehát most magyarázz el nekem, Csajszín, miért? Miért? You were seen in the auction house. You are a criminal. No, no, I'm a security guard and I'm bringing the ball back. You're an accessory, plain and simple. Nem, hát de basszus, ott vannak a felvételeken, hogy ez a törött karú hülye gyerek, ez elrabolt a srácot. Tehát... Én speciál arra gondolnék, igen, oda megyek a rendőrségre, elmondom, igen, elraboltak, ott vannak a felvételek, meg kész, tehát hogy így... És kényszerítettek arra, hogy ebbe vegyek részt. You allege someone forced you to steal this? Yeah. They threatened to drug me. Threatened to drug you? Convenient. I'm telling you the truth. We'll be the judge of that, sir. Like you said. This robbery occurred over 2 hours ago. Took you a while to locate your conscience, didn't it? It's been a complicated night. So it seems. Exploding vans. Mysterious Chinaman. You know what I think? I think you're up to your balls in this, but you got scared, and now you're trying to lie your way out. I'm telling you the truth. Anyone to back you up? There was a girl. You do surprise me. Where's she at? She wouldn't come with me. Sounds like the brains of the operation. I'm trying to do the right thing here. Yeah, why don't you investigate this Mr. Wu? He's the guy that they stole the bowl for. He runs a restaurant in Shoreditch, that's all I know about. Tony Wu is sitting in the room right next to us. And he's very convincingly denied any involvement in your little enterprise. In fact, when we told him what you stole, he nearly stopped breathing. Any thoughts? Jó, mondjuk mindig elfelejtem, hogy egy filmben vagyunk, igen, tehát, hogy... Do you know who the Choi family are? Because Tony Wu does. And he knows fine well not to fuck with them. I think you didn't realize that until after you stole the bowl. And now you're sitting here, shitting yourself, looking for a way out. És az őrök, meg az új lenyomat, meg minden. Do you recognize this woman? What the fuck is this? Te ez volt, aki bemutatta a Chase-ét. Answer her. It's the Chinese bowl we stole from the auction house tonight. No, it's not. Even though it fools the eye, I must admit. Which is why we rely on an effect called thermoluminescence. It's used to determine when the porcelain was fired. The bowl was created during the late Ming Dynasty, somewhere between 1368 and 1644. So it should be between 647 and 371 years old. I guess that's about right. But unlike the bowl I examined this evening, this thing here is less than 5 years old. So where is the original? Hey, where is it? Fuck. Yes, I dare say.
start talking. To a solicitor, no one else. Appreciate you coming down, Miss Tran. We'll keep you informed. Hát ez szívas. Matthew Thompson. Az. I'm arresting you on suspicion of armed robbery. What the fuck? You do not have to say anything, but it may harm your defense if you do not mention when questioned something you later rely on in court. Anything you do say may be given in evidence. Look, I really don't know where it is. Tell it to your solicitor. Jó, igen, elfelejti az ember, hogy a filmben van, igen, és a filmben általában igen, igen. Hát mindig azon, hogy a rendőrség nem hisz neked. CID at Knightsbridge. They want you to talk them through the robbery. If you want my advice, I'd help them do it. Start getting a few plus points on your record. Get a year or two off your sentence. Egy-két évet. It's come to this. Where did I go wrong? Where did I make the wrong choice? Clive, you see this? Ah, Mr. Wongék az embere gondolom, vagy hogy hogy hívják azt az embert. Vagy ez a Chang dinasztia, vagy mi volt a másik. Ennyi. Ez a minőségi rablás. Jó, bocs, de akkor is. Ez kicsit ratyú volt. Where is it? Mi? Kicsit bővebben. I don't know where it is. We've all had a very long night. If you don't come to your senses, I can assure you that yours will become even longer. Baba, what is it? I think I got him on your lawyer. 你令我失望。Where's the ball? I haven't got it. Lies. The police informed us, the rightful owners, about what we've done. Where are you hiding it? Oh look, I haven't got your fucking rice bowl. Disrespect will be punished. Now for the final time, where is the bowl you took from the auction? Not the copy you brought to the police. The original. The original bowl that you stole, where? You've got the wrong guy. Miért nem mondja azt, hogy a másik négy idiótánál? You and your lady friend. Next door. Both of you know. One of you will tell. What have you done to her? So you admit to your partnership with her? Oh, de honnan ismerném? Tehát most... I never met her before tonight. Okay, I was part of the robbery, but it wasn't my choice. I don't know anything about fakes or forgeries or anything else for that matter, okay? As far as I'm concerned, the bowl in my pocket was the real bowl. Che com'è? Come quando si? Cosa vuoi hai bin? Ne mu suo tao hin a? Gong. Hai bin do. I don't understand what the fuck you're saying to me. Bowl equals pain. The longer you have bowl, the longer you have pain. Very simple mathematics. Fuck! Fucking hell! No, I haven't got your fucking rice bowl, okay?
fuck! I don't care if you have it or your girl. The ball is ours. First to tell truth is free. The other is punished. The classic prisoner's dilemma. Game theory first term. Whatever I tell them lives or dies on what Mei Ling tells them, and vice versa. If our answers are inconsistent, one of us dies. Mondd azt, hogy törött karú hülyénél van te. Choose punishment. Know your fate. Na, legyen a hosszabb. Good choice. Very honorable death. One turn and it twists your intestines like a key. Death comes slowly over a long, long time. Yeah, ah, kokos. Great. Kösz. Where is the ball? The original ball. A törött karú hülye gyereknél. That to be reasonable. Or will she keep quiet? Because if she does that, she dies. Megvédeni magam. Okay. Okay. I'll do it. I'll get you the ball. So your memory returns. I wish. Where is it? I can't tell you. I have to go and get it for you. Not good enough. It's the only way you're gonna get it. Bye, Gordon. Shut it up, mate. You bring us the ball, and she'll be punished. Ah, yeah. She should get it. Keep me instead. It's decided. You bring us the ball. If you fail, she dies. It's the one who fucked us. Tudtam. How do you know that? Because I'm the one who forged the copy for him. Oh, fuck me. Enough. Time to go. I didn't mean for any of this to happen. I'm sorry. Where's the original? I don't know. Na, végülis a törött karú srácot kell megkeresni, azt te kész. Tehát most nincs nagy izé, bár mondjuk... Hol keresed meg? Oké. Oké. Pa. I have to make this fucker pay for what he's done to us. Is he playing at? Megtalált egy bastard. Megtalált egy jobb izét. Egy jobb vevőt. Nem tök mindegy amúgy, hogy miért vitte el? Elvitte azt a kész. Hát most tököm, vissza kell szerezni azt a cső. What the fuck am I doing? Am I really doing this? All right. Just keep walking. Just keep moving. Fuck, I really have no time for this. Hey. You. Hey, got. So a bus stop this way, mate. How the fuck should I know, smug boy?
Na jó, anya francba. Keep your hands off me. Smoke boy looking for a fight. Na jó. Új spellek. Jó, úgy kész, cső. És seggfej. I told you to fuck off, yeah? Which bit did you fucking understand? The fuckers off with you. Jó, azért ennyire nem kéne, tehát most jó, egyszer le lehet tízi csapva, az kész. Neki 80 szódó üt neki, egyszer meg kell csapni, földön van, kész. Vissza kell menni abba a házból, izé, ahol összegyűltek, ahol voltak. Nyilván tudja, hogy hol van, nem? Vagy nem, nem volt bekötve a szeme, vagy mi? De csak megegyezte a környéket. Legalábbis én oda visszamennék. Hát, ha találnék információt erről a pár gyerekről. Mondjuk az nem tűnik fel a rendőrségnek, hogy el van rabolva a srác? Tehát, hogy ellopták? Mr. Parr does not receive guests before 10 o'clock. I want to see him, and I want to see him right now. Wait here. Mr. Parr? Mr. Parr, this man says that he thank has you, Willa. I'll take my tea in the study today. Ja, hogy ez nem is a törött kezű, jaj. Jó, na félreértettem. Oké. Okay. You intruded the crack of dawn, my friend. I assume it's urgent. I want the original. Original of what? You know what I'm talking about. Do enlighten me. The rice bowl. The fucking rice bowl. If you're referring to the rice bowl that was stolen from Hainsworth last night, that piece is gone. Lost forever, I fear. That's not true though, is it? No. Because what was stolen was a copy. The original is safe and in your possession. And you are? Matt. You can call me Matt. Well, Mr. Matt. How did you come by this extraordinary theory? I know that Mailing forged a copy for you, and you organized the robbery. And you have proof to back up this outrageous slander? I don't need proof, mate. We're not in court, are we? I know what I know, yeah? That you fucked up my life for a piece of fucking pottery! Language, dear boy. Don't get confused. We can discuss this sensibly or not. I think perhaps we should discuss it with the police. What do you say to that? Have you any idea how much that cost? I don't know, mate. As much as this one? Wait. All right. Sensibly. In my study. Yeah. Lead on. Where's the bowl? I don't know. Since it was stolen, I've lost track. That's a lie. It's the truth. Félemlítsünk akkor, de amúgy rossz úton járunk. The joys will never believe you. I am a respected member of the community, and you clearly are not. I will destroy everything in here. Not now, Willa. All right. The bowl is here. I clicked at the chest last night. Show it to me. Hagyjuk, hogy csinálja.
Na csak nem pisztoly van nála. Give me the fucking bow. I can't give it to you. I can't. So you kill me for it. You won't be the first to die for it. There'll be many of you before. You have your fucking mind. Hát nem lőnk embert most kivételesen. Don't shoot. It isn't here. It's still at Haynesworth's. You said you picked it up last night. I couldn't get it. Not with the police there. It's still in the vault. Then when's it being delivered? When? Why would I tell you? Okay. Then we'll wait here. Together with the choice. No, wait. What? Keep me out of this. I'll give you £1,000,000 if you keep my involvement from the choice. You could take £100,000 right now, right out of the safe. Rest later. £1,000,000? What? And you get scot-free, do you? Scot-free. Ah, menj a francba! Persze. No, I don't think so, Mr. Parr. There are some things in life your money can't buy. And I'm one of them. Who are you calling? Sit down. Yeah, it's me. Speak. The ball's been delivered to Samuel Parr's house. When? Sometime today, I don't know. The girl dies in 1 hour. No. You have to keep her alive. You have to believe me. Okay. I send men. No, listen, you... Hello? Chinese fuckers. Think just because they owned it once, it's theirs forever. Szívás. Nem így kellett volna mondani, srác, hanem azt kellett volna mondani, hogy... Hát mindegy. És már így van. Biztonságőr. You don't look as if you park cars. I suppose not. Delivery for Mr. Parr? What are you going to do with me? Not with the side. Come. Where's Mai Ling? We don't know. Will she live? És a srác? Menjünk haza. Tehát most mit tudunk csinálni? Tehát mondjuk a choice-hoz azt még még keménykedünk, vagy mi. Engem az zavar, hogy a rendőrséget nem zavarja, hogy ellopták a srácot? Tehát mikor átszállításos időszakban volt, vagy... Próbálj logikusan gondolkodni egy filmszerű világban, igen, de most akkor is. Gondoltam, na azért mondom. Get the fuck off me! Na hát akkor srácok, lányok. Ezek szerint vége van. Lesz majd a végén valami összesítő? Amúgy azt még várjuk majd meg. Nem megyünk sehova, amúgy én is olyan fajta ember vagyok a moziban, hogy nem megyünk sehova, nem szépen ülünk,
és végignézzük a stáblistát. Mert végülis ebbe a filmbe, ebbe a játékba ugye mindenkinek volt valami munkája, és hát azért mégiscsak megtiszteljük őket azzal, hogy a stáblistán elolvassuk a nevüket, és hogy mit tettek, mit csináltak a film alatt. Amúgy tetszik, szerintem teljesen jó volt, vállalható volt az egész. Volt benne egy-kettő hülyeség meg azért, de azért tetszett, hogy azért próbálkoztak. Tehát volt benne egy kis poén, meg jó, jó, nem azt mondom, hogy azért hollywoodi színész gárda volt, de azért nem voltak rosszak, na. Főszereplő srác is amúgy szerintem azért kihozta magából, amit ki tudott hozni. Hogyha ez volt az első szereplése, vagy nem tudom, akkor szerintem, vagy nem, tehát... Jó, fiatalnak tűnik, tehát tényleg még azért van mit tanulja én szerintem, de így jó volt, na. Meg tetszett amúgy a kameramozgás, tehát iszonyatosan jó kamerafelvételek voltak szerintem. Tehát nekem azért tetszett az a része is. Ügyes volt az operatőr, meg a rendező, meg mindenki. Több befejezése is van amúgy a játéknak. Most megnézzük majd itt a stáblista végén, hogy lesz-e valami összesítés, vagy nem tudom, valami táblázat, vagy kírja, hogy hányadik, tehát az összes befejezés közül te most melyiket kaptad meg, nem tudom. Azért jó figyeltem, ez az Angliában volt, ez London környékén volt, az angol volt. Azt hiszem az volt, mert bal sávos volt a, tehát na. Tehát baloldali volt a közlekedés, ahogy néztem. Ahogy feltűnt. Hát mindegy, majd újra fogjuk játszani ezt a történetet, majd megnézem majd ezeket is a... Ja, hát persze, hogy mert font, hát... Jaj, szabik ilyen. Fontba izéltek. Matekoztak, ugye font volt a pénz, nem? Úgyhogy akkor valószínű, hogy Angliában voltak. Nem biztos, hogy Londonban, de valahol. Angol területem. A zene is amúgy jó volt, meg a kosztüm az tényleg amúgy a kosztümök azok jók voltak, nem a speciális effektek, hanem ez a srácnak, hogy el volt törve a karja. Az szerintem jó volt megcsinálva. Tetszetős volt. Most nem tudom, hogy milyen effektek lehettek volna még. Vagy voltak-e még effektek. Milyen speciális effektek voltak. Bár lehet, hogy pont egy olyan történetszálon mentünk végig, hogy nem voltak igazából extra effektek. Mint igazából volt egy kis ketchup vér, igen. Azon kívül sok mindent úgy nem vettem észre, ami úgy extra lett volna. De azért mondom, majd újra kell játszani ezt, akkor látni fogja az ember. Mondjuk, akkor mi merre, hány méter. Jó, sokan dolgoztak amúgy rajta. Ja, mondjuk nem csodálom, hogy azért egy filmen, meg... Ja, ugye a filmen nagyon-nagyon sok ember szokott általában dolgozni, meg itt játékon is. Mindenképpen amúgy majd újra fogom én ezt játszani. Most azt nem tudom, hogy videóban, vagy videón kívül
De mint hogyha olyasmi pletykát hallottam volna, hogy 7 befejezése van. Elcsíptem egy-kettő ilyen érdekes információt a játékból, de... Hogy hát jó, és játék nem játék. Interaktív film. Hogy... Állítólag 7 befejezése van. Aztán nem tudom. Na, 2016-os, vagy nem, 2016-ban készítették, de 17-ben adták ki. Lateshiftmovie.com. Na, döntéseim, befejezések. Akkor ennyi, igen. Tehát akkor ezek szerint... mi az? 7 befejezése van a játéknak. És... epizódok 9/14. Hát az, nem tudom, mit jelent... De biztos. Szóval ezek voltak itt a főbb döntések? Vagy mi? Vagy csak úgy random képek most ide vannak téve? Na mindegy, akkor ezek szerint 7 befejezése van ennek a... az FMV történésnek, ennek a történésnek, jó, akkor 41-szer döntöttem. Lehetem úgy is játszani, hogy nem döntök semmit? Vagy nem kattolok, és csak úgy hagyom, hogy menjen magától a játék? Vagy a sztori, történet? Lehetséges. Jó, de akkor srácok, lányok, akkor ennyi volt akkor most ez a Lateshift nevezetű történet. Én akkor köszöntöm szépen mindenkinek a részvételt. Kommentben mindenképpen írjátok le, hogy szerintetek legyen-e belőle még folytatás, mert ezek szerint még van 6 darab végkimenetel. Aztán akkor meglátjuk, hogy mi merre hány méter, és akkor egy ilyen 7 részes kis epizód lenne ez a játék, videó, interaktív film, jó? Na, köszönöm szépen akkor mindenkinek a figyelmet, én Szolyó voltam, legyetek jók, igyatok sok vizet, vigyázzatok magatokra és egymásra. Kommentben várom akkor az észrevételeket, aztán majd találkozunk még. Sziasztok!